orvosi baleset. 1998. augusztus 29-én 15 óra 51 perckor Nagymaros és Szob állomások között a jobbvágány 575 plusz 79-es számú szelvényében tartózkodó IC 310 számú vonat végére a 2144 számú személyvonat körülbelül 68 km/h sebességgel ráütközött. A baleset következtében a személyvonat mozdonyvezetője életét vesztette. 20 fő megsérült. A 2144 számú vonatot továbbító V43 sorozatú mozdony súlyosan megrongálódott. A személyvonatba besorozott 4 darab kocsi, valamint az IC vonatba besorozott 4 darab kocsi megrongálódott. Közülük 2 kocsi kisiklott és oldalára dőlt. Megrongálódott a pálya és a felső vezeték. 330 millió forint kár és jelentős forgalmi zavar keletkezett. Az IC 310 számú 8 kocsiból álló nemzetközi vonatot szlovák villamos mozdony továbbította mozdonyvezetővel és vontatási vonatkísérővel. A vonat járműveinek közlekedésbiztonsági berendezései előírásszerűen működtek, azonban a mozdonyon a konstrukciós eltérések miatt vonatbefolyásoló berendezés nem volt. A baleset előzménye, hogy Szob állomáson az utasperronok korszerűsítésének előkészítése miatt szükségessé vált a biztosító berendezési kábelek áthelyezése. A kábel átkötési munkákat augusztus 29-én a biztosító berendezési szakaszmérnök felügyeletével végezték. A munkavégzés közben megállapították, hogy Nagymaros felé a térközök betáplálását biztosító kábelt is ki kell váltani, amihez kábel elvágás szükséges. A művelet pontos időpontját a szakaszmérnök egyeztette a forgalmi szolgálattevővel, azonban a kábelelvágást a biztosító berendezési dolgozók a szakaszmérnök előzetes engedélye nélkül a megbeszélt időnél korábban végrehajtották. Emiatt megszűnt a térközjelzők egy részének betáplálása, és ezzel egy időben Szob állomás jobb átmenő fővágánya is látszólagos foglaltságba került. Ekkor az IC 310 számú vonat Nagymaros felől a második térközben haladt. Szob állomás forgalmi irodájába érkezett szakaszmérnök is észlelte a biztosító berendezés visszajelentő fényeit, és annélkül, hogy tájékozódott volna a forgalmi és a műszaki helyzetről, távbeszélőn tájékoztatta a nagymarosi forgalmi szolgálattevőt, majd a Szob állomási fejrovatos naplóba 15 óra 40 perctől állomástávolságú közlekedési rendet vezetett be, melyet sem a Szobi, sem a nagymarosi forgalmi szolgálattevő nem kifogásolt. Tizenöt óra 45 perckor érkezett Nagymaros állomásra a 2144 számú vonat. A forgalmi szolgálattevő kézbesítette az állomás távolságú közlekedésre utaló írásbeli rendelkezést, melynek mindkét példányát a mozdonyvezető átvette. Azt nem a jegyvizsgáló kézbesítette számára. A mozdonyvezető jelezte a vezető jegyvizsgálónak, hogy ne jöjjön a mozdonyhoz. A vezető jegyvizsgáló így az írásbeli rendelkezés tartalmát nem ismerte, és attfelől nem is érdeklődött. Ezekért a hiányosságokért hibáztatható a mozdonyvezető és a vezető jegyvizsgáló is. Ilyen előzmények után a forgalmi szolgálattevő elmenesztette a vonatot, megfeledkezve arról,
hogy az IC 310 számú vonatról még nem érkezett visszajelentés, és arról is, hogy állomástávolságú közlekedés lett bevezetve. A kábel elvágás miatt az IC vonatnak Nagymarosról történő kihaladása utáni harmadik térközjelző vörös jelzési képet mutatott, ahonnan a vonat 2 perc tartózkodás után 15 km per óra sebességgel tovább haladt a következő térközjelzőig, amely sötét volt. Ekkor a vontatási vonatkísérő eltávozott a mozdonyról, hogy pályatelefonon tisztázza a helyzetet. Itt tartózkodott a vonat az ütközés időpontjában. A 2144 számú vonat részére a nagymarosi kijárati jelző és az első térközjelző is zöld. Az ezt követő sárga, a harmadik pedig vörös jelzési képet mutatott, aminek következtében a mozdonyvezető a vonat sebességét csökkentette, és körülbelül 3 km per óra sebességgel haladt el a megállású önműködő térközjelző mellett. A vezetőállás jelzőn vörös fény jelent meg, majd ezt követően fehér, ami arra utal, hogy a mozdonyvezető a vörös fényt tiltott beavatkozással törölte. Ezután a vonat körülbelül 80 km per óra sebességig gyorsult, majd a terepviszonyok miatt körülbelül 200 méterről vehette észre a veszteglő vonat utolsó kocsiját, amikor gyors fékezett. Azonban az ütközés körülbelül 68 km per óra sebességgel bekövetkezett. A képek a súlyos baleset következményeit mutatják. A vizsgálat megállapítása szerint a baleset oka több műszaki és forgalmi szabály megszegése volt. A mozdonyvezető tiltott módon kiiktatta a vonat befolyásoló berendezést, aminek következtében az alkalmazható legnagyobb sebesség gépi úton történő figyelése megszűnt, emiatt az engedélyezetnél nagyobb sebességgel közlekedett. A szakaszmérnök a biztosító berendezés kikapcsolása előtt a szükséges biztonsági intézkedéseket nem egyeztette a forgalmi szolgálattevővel, és a helyzet tisztázása nélkül intézkedett az állomástávolságú közlekedés bevezetésére, ami a meghibásodás alapján nem volt indokolt. A SZOBI és a nagymarosi forgalmi szolgálattevő tudomásul vette az állomástávolságú követési rendet annak ellenére, hogy annak okát tisztázták volna. A nagymarosi szolgálattevő úgy indította a követő vonatot, hogy az elől haladó vonatról nem kapott visszajelentést.
Hibát követtek el a biztosító berendezése munkát végző alkalmazottak, akik engedély nélkül kikapcsolták a berendezést, illetve elvágták a kábelt. A vizsgálat eredménye alapján megállapításra került, hogy a munkavállalók nincsenek kellően felkészítve a rendkívüli helyzetben történő szolgálatellátására.